Róma holokauszt, az 1944-ben elpusztított romákra emlékeztek Bátaszéken. Folyamatosan dolgoznak a kéményseprők Tolna megyében. Alföldi Róbert rendezésű darab és opera megfizethető áron, Szekszárd újít a kulturális program kínálatán. Fogadhajtás, 24. alkalommal rendezték meg a versenyt a Szedresi Lovas udvarházban. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A cigány nyelv egyik balkáni dialektusában porajmos, vagyis elpusztítás, így emlegetik az 1944. augusztus 2-án kezdődött mészárlást, amikor az Auschwitz-Birkenaui koncentrációs táborban egy éjszaka alatt mintegy 3000 cigánnyal végeztek a nácik. A róluk és a holokauszt roma áldozatairól emlékeztek meg Bátaszéken a Nagyboldogasszony templomban. Tavaly hallgatóval, vagyis hagyományos lassú ütemű, komor hangulatú roma népzenével és ünnepi műsorral emlékeztek meg a roma holokauszt szörnyűségeire Bátaszéken. Idén pedig a Nagyboldogasszony templomban szent misét tartottak az 1944-ben elpusztított romák tiszteletére. Minden romának, legalábbis a környékben, akiknek valamilyen családtagja, vagy egész a csillagbörtönig, vagy Auschwitzba, vagy más ilyen haláltáborokba haltak meg, hogy azt a tiszteletet ugye mai napon le tudjuk adni neki. Tolna megyéből több ezer romát vittek át Vémén mellé, onnan pedig Auschwitzba. Az elhurcolt bátaszékiek helyzete még így is szerencsésebbnek tűnt, mint másoknak, mondta a Bátaszékváros roma nemzetiségi önkormányzat elnöke megemlékezésében. Oda vittek cigányokat, és annak köszönhető, hogy ezek a cigány emberek nem kerültek Komáromba, mert abban az időben a Novák Jani bácsi volt a jelkő Bátaszéken, és ez nem engedte meg azt, hogy erre sorra kerüljön. Én a hallomásból tudom ugye azt, hogy atrocitások Tolna megyében voltak. A holokauszt egy olyan esemény, amit nem szabad elfelejteni, fogalmazott beszédében Bozsolik Róbert bátaszék polgármestere. Én úgy gondolom, hogy ezek a megemlékezések arra kellenek, hogy felhívja ma ember figyelmét arra, hogy ne legyünk közönösek egymás iránt, és ha ezt az eseményt valaki meg is tudja bocsátani, az lelke is mint kérdés, de hogy elfelejteni nem szabad, az biztos. Becslések szerint a roma holokauszt idején a nácik, a 2 milliós európai cigányság körülbelül 30%-át gyilkolták meg, közülük 23 ezret Auschwitzban. A történészek 5000 és 70 ezer közé teszik azon magyarországi romák számát, akik koncentrációs táborokban vesztették életüket. Pontos számítás viszont azóta sem készült. Folyamatosan dolgoznak a kéményseprők Tolna megyében, bár az igazi téli időjárásig még hónapok vannak hátra, a szakemberek azt mondják, ahhoz, hogy a fagyok idején senki ne maradjon fűtés nélkül, már most el kell végezni a szükséges tisztítást vagy javítást. A megyében 22 a katasztrófavédelem által alkalmazott kéményseprő dolgozik. Megfúrjuk egy 10-es fulattal, és a végén semmi kell, hogy centrumába bedugja azt a szondát, és azt méri, hogy mennyi szénmonoxidot tartalmaz. A legmodernebb digitális szénmonoxid mérővel ellenőrzik a kéményeket a katasztrófavédelem munkatársai Tolna megyében. A kéményseprő autóban minden eszköz ilyen korszerű. Földgáz. A kéményseprés magánszemélyeknek már több mint 2 éve, azóta, hogy a katasztrófavédelem végzi, teljesen ingyenes. Ez azt jelenti, hogy aki családi házban él és nincsen gazdálkodó szervezet bejelentve a címre, akkor a kéményseprő akkor érkezik, amikor a kémény tulajdonos időpontot foglal. Társasházban élőkhöz előzetes írásbeli kiértesítést követően, de hívás nélkül érkezik a kéményseprő. A társasházakban lakók az épületekben kifüggesztett tájékoztatókon keresztül tudhatják, hogy náluk mikor tervezik a kémények karbantartását, de ha az időpont az ott lakóknak nem felel meg, a megadott telefonszámon kérhetnek módosítást. A cégek esetében pedig ugyanúgy lehet megrendelni a kéményseprést, mintha a családi házban lakó magánszemély tenné azt, vagyis interneten a kéményseprő.hu címen, vagy a katasztrófavédelem telefonszámán reggel 8 és délután 2 óra között. Tolna megye településeit egész
évben járja 22 kéményseprő. Hiába vannak még hónapok a téli fagyokig, a szakértő azt mondja, fontos már ilyenkor elvégezni az ellenőrzést. Előfordulhat egy kéménydugulás, és hogyha kéménydugulás van, akkor bizony, ha nem győzzük a szolgáltatást fűtés szezon előtt a sok megrendelés miatt, akkor napokig fűtés nélkül, illetve használni melegvíz nélkül tud maradni a tulajdonos. A társasházak idei kéményseprését augusztus 31-ig befejezik a szakemberek, a családi házak kéményeit viszont ezután is egész évben ellenőrizhetik. Főzőverseny, focikupa és színpadi produkciók tették színessé a Nakiak falunapját. A nagy meleg ellenére a résztvevők jól érezték magukat. A település polgármestere szerint ez az egyik legfontosabb társadalmi eseménye a falu közösségnek. A Nakiak falunapja arra is jó volt, hogy a helyi civil szervezetek bemutatkozhassanak. A tavalyi évhez hasonlóan több társaság is vállalkozott egy kis megmérettetésre a gasztronómiai tudását csillogtatva. Jó teszünk, mert ennél jobb nincs. Jó, mondjuk a Kacsonyi bácséknak a pörköltje az lehet, hogy egy kicsit kemény lesz, de fej-fej mellett fogunk haladni, és bízunk abban, hogy mi fogunk nyerni. A zsűrinek nem volt egyszerű dolga, hiszen olyan közösségek jelentkeztek, akik évek óta visszatérők a versenyben. A legtöbb a vadétel az idejében tavalyhoz képest ilyen szempontból változás történt, mert tavaly inkább sertés és kakaspörkölt, stb. Más nyúlpörkölt, tehát más ízek, zabatok voltak. Rácz Róbert, a település polgármestere azt mondta, idén nem törekedtek arra, hogy az elszármazottakat is hazahívják, inkább egy nyugalmas napot szerettek volna szervezni. A polgármester azt mondja, egyre befordulóbbak az emberek, és nehéz megszervezni egy hagyományos elemekkel tarkított falunapot. Testnek, léleknek egyaránt szüksége van, néha kikapcsoljuk, és aztán feltöltődjünk, ma behúzzuk a kéziféket, ami a munkát illeti, illetve a hétköznapi monoton robotolást, teligázzal, csak a szórakozás a buliról szól, a rendezvény. Rácz Róbert véleménye szerint rohamosan néptelenedik el a település, és fontos apró közösségformáló eseményekkel a folyamatot megállítani. Őrültnök Ketrece című színdarab Alföldi Róbert rendezésében szimfonikus és balettest Puccini gála az Opera Társulatától, Rigócsör király az óvodásoknak. Mindez csak ízelítő a Babits Mihály Kulturális Központ 2018-19-es évadából. A város több millió forinttal járult hozzá, hogy elérhető ára juthassanak hozzá színvonalas kulturális programokhoz a szekszárdiak. Donizetti, Rossini, Mozart, Schubert operái csendültek fel még júniusban Szekszárdon a Vármegyeházán. A nyár köszöntő operaes sikere megmutatta, hogy a Tolna megyeiek fogékonyak erre a műfajra, és igény van a magas kultúrára. A Babits Mihály Kulturális Központ éppen erre az igényre reagált, amikor csatlakozott az Operát az Operából című kezdeményezéshez. A Magyar Állami Operaház Andrássy úti Ibl palota felújítása miatt ugyanis 10 megyeszékhelyen 4-szer fordul meg az opera társulata, köztük Szekszárdon. Én azt gondolom, hogy sehol máshol az országban nem tudják annyira ezeket az opera előadásokat megtekinteni, mint itt Szekszárdon. 4800 forinttól indul egy 4 alkalmas bérletára, ami azt gondolom, hogy óriási gesztus és óriási lehetőség mindenkinek, aki fogékony, illetve annak is, aki kevésbé fogékony az opera irányába. Szekszárd város önkormányzata mélyen a zsebébe nyúlt, hogy ilyen árakon elérhetővé tegye az opera előadásokat a helyiek számára. Továbbá emelje a színházi előadások és városi rendezvények színvonalát. Szekszárdra hozzák például az Őrült nők Ketrece című darabot Alföldi Róbert rendezésében. Az augusztus 20-ai rendezvény hangulatát pedig a Magyar Nemzeti Részfúvós Quintet térzenéje adja meg. A zenekar vezeti majd fel az ünnepi felvonulást. Sokkal jobb, én azt gondolom, színvonalasabb előadásokat fogunk tudni a bérletek keretében például idehozni, ugye 2 felnőtt és 3 gyermek bérlet lesz, illetve egy pódium előadás.
Ez azt gondolom, hogy mindenféleképpen már régi igénye volt a szexárdiaknak és a szexádra színházba látogatóknak, hogy egy picit próbáljuk meg jobb előadásokkal megtölteni ezeket a tereket. Ez most meg fog valósulni, mégpedig úgy valósul meg, hogy a régi bérletárakat kell, hogy fizessék. A tavalyi Szent István nappal ellentétben idén egész nap lesznek programok. A kétnapos városnapi rendezvény sorozaton pedig főként szexárdi kötődésű művészek lépnek majd fel az Ocsó Macson és a Budapest Foly Szezon kívül. A 2017-18-as bérletek megújításáról, az új bérletek megváltásáról Facebook oldalunkon számolunk be bővebben. Pakson az ESZI előtt megújult a járda és a zöld felület. A 72 millió forint értékű munkálatokkal a tervezetnél két héttel korábban végeztek. A beruházás önkormányzati költségvetésből és az atomerőmű támogatásával valósult meg. Pedig két héttel sikerült befejezniük a kivitelezési munkákat. Mai feladatunk végül is az, hogy ami elkészült, azt műszakilag megvizsgáljuk. Ha rendbe találunk mindent, akkor természetesen a projekt műszaki átadásán lezárhatjuk. Müller Attila műszaki ellenőr a bejárás előtt arról beszél, hogy sikerült jóval az augusztus 22-i határidő előtt befejezni a munkálatokat. Az energetikai szakgimnázium és kollégium előtti régi burkolat teljes egészében kicserélésre került. Teljesen új térburkolatot kapott a terület, megfelelő ülő eszközökkel, szemetes tárolókkal is ellátva. Új csapadékvíz elvezető rendszer és új ivóvízrendszer készült a területen, valamint javult a közvilágítás. A pihenőszigeten a fiatalos utcai bútorzat harmóniában van az épülettel. Ez is sárgához passzoló Urban Island bútorokat is egyeztették velünk, hogy ez így rendben lesz, és azt is megbeszéltük, hogy a növényzetre még nagyobb hangsúlyt fordítunk, hogy legyen ez egy igazán barátságos, diákbarát épület együttes, hiszen ez Paks városnak is az egyik színfoltja. A zöld felület is teljes egészében megújult. Elsősorban konténes serjéket ültettünk az iskolától kezdve az általános iskola részen, ott már egy levendula kiültetés indult meg, ez folytatódik. A fűvetést és a lombfa ültetést ősszel végzik el, az időjárás akkor kedves számukra. Látássérülteknek is kialakításra került olyan útburkolat, mely az ő közlekedésüket is segíti. Az ESZI bejáratának lépcsőit is kicserélték önkormányzati költségvetésből, míg a főiskolai bejárat lépcsője atomerőmű támogatásból újult meg. Most még zajlanak az utolsó simítások, de a 33 éves épület megszépült utcafronti környezetét szeptemberben a gyerekek is birtokba vehetik. 24. alkalommal rendeztek a Szedresi Lovas Udvarházban C-kategóriás fogathajtó versenyt. Akadály és díjhajtás, pónifogatok versenye és vadászhajtás számokban indulhattak a résztvevők. Huszonhat fogat indult a legjobb helyért a Szedresi Lovas Udvarházban, ahol 24. alkalommal rendezték meg a bajnokságot. Pónik és kettes fogatok vegyesen. A kettes fogatoknak lesz három forduló, egy a C kategória, egy D kategória, és van egy elektrolit kupa. A póniknál egy csak C kategóriás van, és van az elektrolit kupa, tehát összesen öt fordulós lesz az egész verseny. Szedres polgármestere hangsúlyozta, egyik fontos üzenete a versenynek, hogy a településhez köthető lovas hagyományokat ápolni kívánják. Tisztelgünk az elődök előtt, tisztelgünk Garai Ákos előtt, aki ugye Szedres apáti puszta születte, és ugye a lovak ábrázolásával a lovakért nagyon sokat tett, és művészi fokon valósította ezt meg. Tehát én azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen fontos, és bízom benne, hogy hosszú ideig még a jövőben is fontos lesz. Király János Tengelicről érkezett, régóta dolgozik lovakkal, a fogathajtással, versenyzéssel 12 éve kezdett foglalkozni itt, Szedresben. Saját fogataink vannak, és mi minden évben a családdal, majdnem, hogy minden évben új fogatta állunk elő. Per pillanat is két fiatal lóva álltunk ki, és ezek most vannak így összefogva a harmadik versenyen. Megyénként három versenyző vehet részt az országos C-kategóriás megmérettetésen, tehát innen a három legjobb fogat képviseli magát Tolna megye színeiben. A régió híreivel folytatjuk a híradót. Kiszűrik a gyorshajtókat, sebességellenőrzést tart a rendőrség a héten.
A miniszter félrelép bemutató sztárokkal a Pécsi Nyári Színházban. Strandkézilabda, Balaton-Bogláron rendezték a Nemzeti Bajnokság országos döntőjét. Gyorshajtókra vadásznak a héten a rendőrök az országban. A TISPOL, vagyis az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek hálózatának akciójához csatlakoztak a baranyai rendőrök is. Pécset és környékén több helyen számíthatnak trafipaxra az autósok. Egy személyautót állítanak meg a rendőrök a Cserkóti úton. Hétfő délelőtt többek között itt mérték a járművek sebességét. Ezen a héten a TISPOL ellenőrzés keretén belül a sebességellenőrzést hajtja végre a magyar rendőrség az egész országnak a területén. Jelenleg is egy ilyen mérési helyszínen vagyunk, ahol a kollégáim sebességmérést hajtanak végre, és minden egyes gyorshajtást elkövető járművezető azonnal megállításra kerül, és itt a helyszínen van lehetőség a szankcióknak az alkalmazására. Ezzel az akcióval az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek közös ellenőrzéséhez csatlakoztak, vagyis kontinensünkön a tagországokban a gyorshajtókra vadásztak augusztus 12-ig. A fő közlekedési utak mentén mérnek, a városokon belül ott, ahol gyakran előfordulnak gyorshajtásos esetek. Pécsen éjszaka, de még hajnalban is figyelik a gyorshajtókat. A rendőrök szerint az sem gond, hogy könnyű észrevenni őket. Látható vagyunk messziről, a járművezetők egymásnak jelzik a rendőrözésnek a előzési pontját. Egy nagyon kevés számmal, vagy úgy mondom, akik nagyon-nagyon figyelmetlenek alapvetően ebben az esetben, azok szoktak sebesség túllépést elkövetni, de hangsúlyoznak, hogy a prevenció mindenek előtt. Hát a megelőzés sokkal fontosabb, mint hogy most itt sorba bírságoljuk az autóvezetőket. A cél az, hogy visszaszorítsák a közlekedési balesetek számát. Ehhez most a gyorshajtókat akarják kiszűrni. Legközelebb szeptember 17-e és 23-a között ellenőriznek a TISPOL keretében. Akkor a figyelmetlenségre visszavezethető balesetek megelőzésére összpontosítanak. Ha sokac bab, akkor Mohács. 25 éve a mohácsi sokacok olvasókörének tagjai augusztus első hétvégéjére szervezik meg a mohácsi nép és nemzetiségi hagyományokat felelevenítő babfőző fesztivált, horvát kulturális és gasztronómiai találkozót. A rendezvény a busójáráshoz hasonlóan Mohács életének szerves része lett. Igazi kultétel, a babgulyás egyik változata. Kőbe vésett recept nincs, mindenki úgy variálja, ahogy csak akarja. Jól tudják ezt Mohácson, ahol 25. alkalommal rendezték meg a Sokac babfőző fesztivált. Ezzel egy régi hagyományt elevenít fel minden évben a mohácsi sokacok olvasóköre. Az agyagedényes főzés 4 évig verseny volt, de ahogy egyre többen lettek, mára már fesztivállá nőtte ki magát, és több mint 200 agyagedényben fő a Sokac bab. Én esküszöm a házi füstöltre, tehát mindenféleképpen, oldalassal, sőt még egy kis füstölt körömmel, egy kis füstölt füllel, ami egy kicsit megkocsonyásítja az egészet, ragadóssá teszi, tarkabab, piros paprika, jó fűszerek, mellé egy jó fröccs. A jó alapanyagon kívül jó edény is kell. A lényeg, hogy a jó agyagból készült füles csupor csak egyik oldalról kapja a hőt, és az étel önmagát keveri. Igazándiban én azt mondom, hogy sokas bab legyen, tehát tarkabab, az a legjobb. Ha egymód van, akkor házi sonka, házi csülök, de ha nem, akkor jó a lángolt is. De ami a lényeg, én mindig azt mondom, jó tarja legyen és jó csülök legyen, mert ha ez a kettő benne van, a bab már nem nagyon számít akkor. A rendezvényre már természetesen nem csak a sokacok járnak, a mohácsi TF futballcsapata is évek óta elkészíti a maga babgulyását. Én szeretem a tradicionális dolgokat, ugye ez a régi sokac bab, ahogy így köcsökbe készült, ennek az volt a lényege, hogy kitették a földeknek a szélére, kukoricaföldek szélére, mindent beletettek, föld, megrakták a tüzet, és amíg ők dolgoztak, addig megfőtt a bab. Mi ugyanígy készítjük, legalábbis én ugyanígy készítem, én mindent beleteszek előre, és ahogy így telik múlik az idő, úgy egyre jobb lesz, persze természetesen kóstolunk is benne minden, úgyhogy ha kell egy kicsit ízesítenek, utána ízesítjük, de
általában jó szokott sikerülni. Mohács életéhez a Sokacbab főzőfesztivál már ugyanannyira hozzátartozik, mint a busójárás. Vannak ismerőseim, akik csak ezért utaztak ide Mohácsra, hogy részt vegyenek a fesztiválon, főzzenek, és nyilván megkóstoljuk, amit készítenek. A fesztiválon természetesen azok is megkóstolhatták a Sokacbabot, akik nem főztek, vagy nem tartoztak egy asztaltársasághoz sem. A gasztronómia mellett a kultúra is fontos szerepet kap minden évben a rendezvényen. Bemutatták a Miniszter félrelép című bohózatot a Pécsi Nyári Színházban. Az előadás iránt nagy volt az érdeklődés. A kezdés előtt a színészek maguk meséltek a próba folyamatokról, az előadásról és arról, miért szeretnek Pécsre menni. A Miniszter Pécsett is félrelépett a közönség legnagyobb örömére. Péntek este mutatták be a Miniszter félrelép című bohózatot a Pécsi Nyári Színházban. Az előadás előtt a színészek a próbafolyamatról és a szerepeikről meséltek. A Miniszter félrelép című műben én játszom a titkárt, aki csak eddig a filmet látta, annak elmondom, hogy a Koltai Robert szerepét játszom a én, és Kern Andrást játssza Gesztesi Károly. Tehát ebből is látszik, hogy ez az előadás ez sokkal erősebb, mert na, iszony erőkkel játszunk benne. Vannak olyan szereplők, akik csak a második felvonásban jelennek meg. Ilyen például Gregor Bernadett, aki a főnővér szerepét játsza. A színésznő nagyon élvezi a munkát a többiekkel, és a próbaidőszakra is szívesen emlékezett vissza. Nagyon vidám és jó próbafolyamat volt. Hát egy ilyen vígjátékot nagyon hálás dolog próbálni. Egyrészt van egy szövegkönyv, de pont az a lényeg, hogy attól el lehet térni, tehát nincsen kőbevésve. Úgyhogy, és tényleg ez benne a jó, hogy nagyon improvizatív az egész. Úgyhogy nagyon jó volt, vidám volt a próba folyamat is, és azóta az előadások is azok, és azt látom, hogy a nézők is nagyon élvezik. Sok pécsinek ismerős lehet Szemán Béla neve, aki az előadásban a hoteligazgatót alakítja. Péntek este sok év után először lépett a Pécsi Nyári Színház színpadára. 85 óta nem álltam itt, akkor szerződtem a Pécsi Nemzeti Színházból, és most vetett ide a jó sorom, ráadásul egy nagyon jó csapattal, akiket imádok, és egy nagyon jó előadással, és nagyon jó érzés, mert most is ülnek majd a nézőtéren, meg holnap is barátok, rokonok is, és azért az nagyon jó érzés. Bánfalvi Ágnes és Horváth Csaba rendező a bemutató előtt együtt utazott el Manchesterbe, hogy az eredeti művet megnézzék, és az alapján rendezzék a darabot. Nagyon szeretünk Pécsre jönni, és van olyan szerencsénk, hogy most két előadás van, és akkor itt lehetünk, és sétálunk, figyelünk, nézünk, kikapcsolódunk, és ez nekünk egy igazi kirándulás és nyaralás együtt. Nagyon szeretünk ide jönni. Három napon át a strand kézi labdájé volt a főszerep Balatonbogláron. Itt rendezték a Sportág Nemzeti Bajnokságának országos döntőjét, ahol 12 férfi és női csapat lépett a forró homokra, köztük az újdonsült világbajnoki harmadik helyezett sportolók is. A kazanyi világbajnokságon a napokban bronzérmet szerzett férfi válogatott tagjai is versenybe szálltak a magyar bajnoki elsőségért Balatonbogláron. A nemzeti csapatnak 8 év után most sikerült újra az éremszerzés világversenyen, ez pedig jó hatással lehet a sportágra. Ez egy hatalmas esély arra, hogy még jobban megmutassuk magunkat a világra, hiszen jövőre lesz egy San Diego-ban rendeződő új sportesemény, amin 30 sportág képviselteti magát strandon, legyen az vízi vagy homok sportág, és mi ezzel a VB harmadik helyen kvalifikáltuk magunkat jövőre a San Diego-i világstrand versenyére, ha le lehet fordítani ezt magyarra. Az ország legjobb strandkézilabda csapatai a kvalifikációs versenyeken jutottak be a boglári országos döntőbe. Az elmúlt hétvégén 12 női és férfi együttes küzdött a bajnoki elsőségért. Ez egy nagyon fontos rendezvény a magyar strandkézilabda számára, hiszen három napon át az ország legjobb csapatai találkoznak az országos döntőben, itt Balatonbogláron, és itt megpróbálják eldönteni azt, hogy ki lesz idén, 2018-ban a magyar bajnok. A hétvégi balatonboglári tornával azonban nem ért véget a strandkézilabda szezon idehaza. Folyamatosan tartanak az utánpótlás tornák, amik nagyon nagy siker, illetve hát igyekszünk az idősebb korosztályoknak is szervezni olyan eseményeket, amin esetleg megmutathatják, hogy hiába már egy kicsit idősebbek, de szívesen jönnek és szívesen csinálják ezt a sportágat. Egyre népszerűbb a sportág a kézilabdázók körében, és egyre magasabb fokon űzik a sportolók. Ezt bizonyították is a boglári nemzeti bajnokságon, amelyet a nőknél végül a Szentendrei NKL csapata nyert meg, a férfiak mezőnyében pedig az orosházi FKS lett a magyar bajnok.
Műsorunk végén tekintsük át a legfontosabbakat még egyszer röviden. Róma holokauszt, az 1944-ben elpusztított romákra emlékeztek Bátaszéken. Folyamatosan dolgoznak a kéményseprők Tolna megyében. Alföldi Róbert rendezésű darab és opera megfizethető áron Szekszárd újít a kulturális program kínálatán. Fogadhajtás, 24. alkalommal rendezték meg a versenyt a Szedresi Lovas udvarházban. Szerdán fokozódik a meleg és sok napsütés várható, csapadék nem hullik, sokfelé meghaladja a maximum hőmérséklet a 35 fokot, helyenként elérheti a 37-et is. Emellett alkalmanként kissé megélénkül a délkeleti szél, éjszaka nyugodt eseménytelen időre készülhetünk, alig frissül fel a levegő. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk, addig is keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami mások figyelmét is felkeltheti, akkor készítsenek fotót, videót, és küldjék el a képernyőn látható elérhetőségeink valamelyikére. Viszontlátásra!